Milyen lehetett vajon évtizedekkel ezelőtt magyar békefenntartó katonaként szolgálatot teljesíteni a hosszú és véres vietnámi háború utolsó szakaszában egy tűzszünet ellenőrzéssel létrehozott nemzetközi misszió tagjaként? A következő néhány percben ezt a témát járjuk körül vendégünkkel, dr. Boc László nyugállományú altábornaggyal, aki főhadnagyként maga is részt vett a magyar kontinges tevékenységében. Beszélgetésünk apropója az Rényi kiadó gondozásában nemrég megjelent Magyar Katonák Dél-Vietnámban 1973-1975 című könyv, amelynek aktualitását a háború befejezésének 45. évfordulója adja. Szerzői Kemény János és Nagy Tamás emberközelből mutatják be a misszió magyar minden mindennapjait. A magyar kontingens háromváltásának összesen több mint 600 tagja tevékenységével hozzájárult a konfliktus megoldásához és az országépítéshez, Vietnám egyesítéséhez és felvirágoztatásához a könyv, a békeszerződéshez vezető tárgyalások, a korabeli nemzetközi politikai helyzet bemutatásával indul, majd részletezi a Nemzetközi Ellenőrző és Felügyelő Bizottság békefenntartó missziójának létrejöttét és működését, továbbá a magyar kontinges felkészülését, kiutazását, szolgálati körülményeit és tevékenységét. Tábornok úr, amennyiben jól tudom, önnek sokat köszönhet a kiadó, illetve a szerkesztők is. Mesélne pár mondatot arról, hogy hogyan vett részt abban, hogy ez a könyv létrejöhessen, és miként segítette a munkát. Hát ha szabad, azzal kezdeném, hogy inkább én mondok köszönetet részben az egykori miniszternek, dr. Simicsko Istvánnak, aki jóváhagyta, hagyta, hogy megjelenhet ez a könyv. Ezt követően a kiadónak, hogy befogadták, illetve a szerkesztőknek, a szerzőknek és a szerkesztőknek, akik összeállították magát a, az egész könyvet. A története az egy kicsit messzire megy vissza. 45 évvel ezelőtt, amikor is az első csoport kiment Vietnámba, mi úgy gondoltuk, hogy ez egy érdekes misszió lesz, és végül is részünkre egy nagyon érdekes misszió volt. És azt terveztük, hogy talán jó lenne, hogyha erről a közélemény és tudomás szerezhetne erről a misszióról. Az elmúlt 45 évben meglehetősen keveset beszéltek erről itthon Magyarországon, ezért gondoltuk, hogy kezdeményezzük, hogy egyrészt a megnyílt levéltárakból előtalálható anyagokat kibontsuk, megnézzük, hogy mi van benne, elolvassuk, közhírét tegyük. Másrészt pedig azok az emberek, akik kint voltak, visszaemlékezéseiket valamilyen formában megörökíthessék. Tehát így indult az egész két évvel ezelőtt, és hát ez egy rendkívül hosszú munka volt. A főkért két történész, kutató rendkívül nagy munkát végzett, több tízezer oldalt olvastak át különböző okmányokat, dokumentumokat. És hát nekünk is maradt a feladat, hogy részben a mi emlékeinket összeszedjük egy kicsit, illetve abból a több ezer fényképből, amit a kiadó sikeres munkájával digitalizáltak, kiválasztjuk azt a kb. 500-at, ami most a könyvben szerepel. Amennyiben jól tudom, a második világháború után ez volt az első olyan békefenntartó misszió, amiben magyarok is részt vettek. Igen, hát ma már így hívjuk ezt, hogy béketámogató misszió. Jó lehet, ez annak idején nem így indult. Tehát ez ennek a, a megfogalmazása, a meghatározása nagyon precíz, tehát ez egy tűzszünet ellenőrző misszió lett volna egy nemzetközi tűzszünet ellenőrző társasággal, amelyet a háborúban résztvevő négy fél meghívása, felkérése alapján állítottak össze tehát egyik nagy nemzetközi szervezethez sem tartozott ez. Annak idején ugye az ENSZ indított béketámogató békemissziókat, ez még nem az volt. Később ismerte csak el az ENSZ, mint sajátját ezt a missziót is. Tehát akkor fogalmazhatunk úgy végül is, hogy előzetes tapasztalatok nélkül voltak neki ennek a feladatnak. Maximálisan. Egyáltalán semmiféle tapasztalatunk nem volt. És meg kell mondjam, ez az első időszakban rengeteg problémát is jelentett magánál, a felkészülésnél, az állomány kiválasztásánál, és aztán a későbbiek folyamán a munkavégzésénél is. Milyen feladatok vártak önökre, és mik nehezítették ezt az időszakot, és milyen távlatú időszakra beszélhetünk? Hát ugye, itt a, a háborút lezáró Párizsi Egyezmény volt az alap, amely meghatározta hogy egy egy nemzetközi ellenőrzés felügyelő bizottságot kell létrehozni. Ennek az lett volna a feladata, hogy a felek amennyiben megsértik a tűzszünetet, azokat kellett kivizsgálni, illetve itt bármiféle fajta szentenciát is mondani az ügyből. Ki volt a hibás, ki volt az első, aki lőtt, mi történt egyáltalán. Hogyha ezt a konkrét feladatot nézzük, akkor a misszió nem volt igazán sikeres tudnék, maga a Párizsi Egyezmény is szövegében már magában hordozta sikertelenséget. Tudnék, a Nemzetközi Bizottságnak csak akkor lett volna joga foglalkozni különböző tűzszönes értésekkel, hogyha a háborúban résztvevő négy félből álló katonai bizottság későbbiek folyamán, amikor az amerikai kimentek már Vietnámból kettes katonai bizottság nem tud dűlőre jutni, ekkor adhatták volna át a Nemzetközi Bizottságnak kivizsgálásra az ügyet. Hát ez sajnos egész végig nem történt meg. Tehát mi nagyon sokszor csak saját magunktól, tehát a bejelentések alapján, amiből volt több ezer, próbáltunk választani, válogatni, illetve megpróbálni dűlőre jutni a többiekkel, hogy ki is volt a hibás, ki nem volt. Adódóan abból, hogy maga a négy társaság is alapvetően két részre oszlott, tehát részben Kanada természetesen egyértelműen az amerikaiakat, illetve a dél-vietnámi támogatta, ehhez csatlakozott Indonézia is, még Lengyország és Magyarország inkább az Észak-Vietnám, illetve a Felszabadító Frontnak a, a képviseletében próbálta a munkáját végezni. Mennyire sikerült aztán végül is a Vietnám Egyesítés és ebben milyen szerepük volt önöknek? Hát az egyesítés gyakorlatilag 1975-től indult el a gondolkodás, hogy, hogy végül is Hoshi azt az elméletét, azt a gondolatát, azt az álmát, hogy az országot újra meg tudják valósítani. De gyakorlatilag 75. április 30-án befejeződött a háború Szajgon elestével, amikor is az északiak, illetve a divkesek elfoglalták a, a fővárost de ugyanakkor magáról a hivatalos egyesítésről az egy évvel később, 1976-ban beszélünk. Elég sok konfliktust jelentett az is, hogy nem igazán tudta a két fél, hogy hol húzódik a határvonal. Ez alapvetően igaz, méghozzá azért, mert ugye délen, és itt alapvetően Dél-Vietnámról beszélünk. És főleg az az, az időszak, amik az amerikaiak kivonultak már tehát az első három hónap után elhagyták az országot. Ezt követően csak a két dél-Vietnámi fél a rezim, illetve az ideiglenes forradalmi kormánynak a csapatai közötti csetepatékról beszéltünk. És itt azt kell mondani, hogy az úgynevezett leopárt foltoknak megfelelően a DIFK az alapvetően a dzsungelben, tehát az őserdőben lévő területeket uralta, míg a városok azok a rezsim fennhatósága alá tartoztak. Tehát gyakorlatilag itt nehéz volt elválasztani a határvonalakat, egyes területek, egyes védett központok vagy, vagy akár objektumok között. Amennyiben jól tudom, ezt a békeszerződés nem is fektette le egyértelműen ezeket a határvonalakat nem is lehetett gyakorlatilag, tehát nem lehetett azt meghatározni, hogy hol húzódik maga a dzsungelen belül az a terület, amit a, mondjuk a DIFK felügyel, és mondjuk egyértelműbbnek tűntek azok a városok vagy falvak, amelyek gyakorlatilag a rezsim fennhatósága alatt voltak, és a helyi vezetés uralta azokat, tehát a rezsimnek a vezetése. A tűzszünet felügyeletén kívül feltételezem még voltak feladataik, teszem azt a haditechnikai kivonást felügyelni. Ezek hogyan zajlottak, hogy kell elképzelni? Még mielőtt erről mondanák, azért engedjem meg, hogy inkább arra helyezek egy hangsúlyt, ami nagyon-nagyon jól sikerült, és ez pedig a fogolycsere. Tehát ebben az időszakban, főleg az első időszakban, az első év első időszakában, amikor is ugye ez a nemzetközi társaság gyakorlatilag közel 40 ezer hadifogolynak a cseréjében vett részt, ezeket felügyelte, és ide vonatkozólag az a nyolc magyar ügyész és katonai ügyész, akiként dolgozott velünk együtt, óriási munkát végzett. Tehát, ha szabad azt mondani, az egész missziónak ez volt a legpozitívabb eredménye. Amit kérdezett a haditeinkai anyagoknak a gyűjtése, tanulmányozásra a területén, Való igaz, hogy sikerült elég szépen az asztalra tenni, mivel bennünket rendkívül módon érdekelt nem csak Magyarországot, hanem általában az akkori kelet-európai országokat, vasói szerződés tagállamokat, hogy milyen harcanyagokat, milyen harci technikát, milyen haditechnikát vetett be az Egyesült Államok, illetve mit próbáltak ott ki először a Vietnámba. Tehát ide vonatkozólag nekünk volt olyan feladatunk is, hogy erre is figyeljünk, és ide vonatkozólag, ahogy itt a könyvben is megpróbáltuk megfogalmazni, hát igen jelentős, súlyú, mennyiségű hadianyagot hoztunk haza, illetve adtunk át tanulmányozásra és feldolgozásra az ittani életékeseknek. Ennek a három váltásnak körülbelül 600 tagja volt, és itt akkor nem csak katonákról beszélünk, hanem polgári alkalmazottakról, határőrökről. Milyen volt az együttműködés önök között, illetve milyen volt a kommunikáció a hátországgal? Ugye összesen a két és fél év alatt 636-an voltunk kín. Katonák, rendőrök, határőrök, civil diplomaták. Ebbe a kontingensben az is beletartozott az első időszakban. A legnagyobb problémát csak úgy tudtuk megoldani, a nyelvi kérdést, hogy a civil életből tartalékosokat vontak be, annak idején, és tartalékos tisztként helyezték őket tolmácsbeosztásba. Én azt tudom mondani, ami. Látszik a mai életünkön is, még akik még egyáltalán életbe vagyunk, hogy egy rendkívül szoros kapcsolat alakult ki. Tehát az a, az a viszontagságokkal teli időszak, amit átéltünk ott annak idején, rendkívül szoros barátságokat alakított ki, és ez a későbbiek folyamán is megmaradt. Tehát mióta mi hazajöttünk, azóta folyamatos a kapcsolat egymás között, ami a későbbiek folyamán egy kicsit át is alakult, és hivatalossá is vált. 1989-től, mint Magyar-Vietnámi Baráti Társaság működünk. Igen, ezzel most egy picit a jelenbe is kalauzolt minket, hogy a Magyar Vietnami Baráti Társaságnak hogyan telnek minden napig, milyen gyakran találkoznak, illetve feltételezem itt azért a múlt eseményeit is felevenítik. Sajnos nem elég gyakran, és ebben most a járványidőszak még plusz problémát is jelent. Mindető függetlenül egy rendkívül szoros kapcsolat van, tehát évenként rendezünk különböző találkozókat, ezen kívül különböző helyeken előadásokat, filmvetítéseket rendezünk erről az időszakról. Hát a úgy úgymond megpróbáljuk hirdetni magunkat, hogy létezünk még, hogy vagyunk még, és hogy egy ilyen misszióba vettünk annak idején részt. Ezen kívül természetesen rendkívül szoros a kapcsolat a Magyarországon élő vietnámiakkal, ami megint csak egy igen komoly társaság, egy 4 ezer főt számlál. Rendkívül jó a kapcsolatunk, napi kapcsolatban állunk a nagykövetséggel, illetve a Vietnámban működő vietnámi magyar baráti társasággal. Egy picit visszakanyarodva még a szolgálat előtti időszakra, az lenne a kérdésem, hogy hogyan kell elképzelni egy ilyen felkészítést a misszióra? Hogyan néz ez ki? Hát a felkészítés adódóan abból, hogy nem volt semmiféle tapasztalatunk ide vonatkozólag, meglehetősen érdekesnek tűnt. Ha szabad a saját példámat elmondani, ugye én 1973. 72. október másodikán kaptam azt a feladatot, hogy részt veszek majd ebben a misszióban, és gyakorlatilag elindult egy felkészítési folyamat, aminek én is a részét képeztem azzal, hogy rejtjel könyvet állítottunk össze, felismerő könyvet állítottunk össze különböző haditechnikai eszközökről, megpróbáltunk információt szerezni magáról az országról, zárójelbe teszem, hogy abban az időszakban, 1972-ben Dél-Vietnámról szinte nulla információ volt itt Magyarországon, tehát nagyon nehezen tudtunk bármit is. Ennek a következménye volt az, hogy sajnos a felkészülésünk bizonyos mértékben hiányos is volt, amely nagyon eklatánsan kimutatható azzal, hogy bundát vittünk magunkkal, bundakabátot vittünk magunkkal, hétrétegű hálózsákot. Amikor megérkeztünk, akkor 40 fok meleg volt, és ez soha nem volt rá szükség. Későbbiekben nagyon jó volt a különböző hadi anyagot ezekbe becsomagolni és azok küldeni. Tehát Rengeteg pénzt kifizetett az akkori állam, ha szabad azon a fölösleges dologra, mivel nem volt információnk, nem tudtuk, hogy hova megyünk gyakorlatilag. Ez a későbbék folyamán egy kicsit azért változott, mert ahogy hazajöttek az emberek, már a következő csoportnak a felkészítésébe is részt vettünk, többek között én is. Ugye én már novembertől, 73. novemberétől már a felkészítésbe is vettem részt itthon. Tehát gyakorlatilag már el tudtuk mondani a tapasztalatainkat, és hogy mire kell, vagy mit kell változtatni esetleg a korábbiakhoz képest. Ebben az időszakban már elkezdtünk nyelvet is tanítani embereknek, hogy egy, mégse ö, teljes tudatlanul érkezzenek ki egy, egy országba, ahol igazándiból a vietnámi nyelven kívül nem sokat beszéltek más, csak mondjuk csak angolul, akivel mi találkoztunk egyáltalán. Tehát itt szükség volt arra, hogy minimális nyelvtudást is felszedjenek emberek, tehát nyelvtanfolyamokat indítottunk egyáltalán. Természetesen azoknak is nehéz, akik elmennek, de meg kell említenünk azokat a személyeket is, akik itthon maradnak az országban. Erről pár gondolatot tudna mondani. Ez is egy rendkívül megható időszak volt. Ugye az ember, amikor visszaemlékezik erre, azon kívül, hogy a család, hát nem azt mondom, hogy el volt keseredve, de, de, de tele volt fájdalommal, reménykedéssel, hogy, illetve, illetve azzal, hogy ők se tudták, hogy hova megyünk. Csak a háborúról tudtunk, akkor a különböző tudósításokból. És hát a háború az, az mindig veszteséget is okoz, mindig problémát is okoz gyakorlatilag. Tehát a családoknak ez, ez egy óriási teher volt. Ha, ha csak magamról beszélek, hogy én nálam is két kisgyereget adtam itt van a feleségemmel együtt, tehát nekik sem volt egyszerű. Azért azt rögtön hozzáteszem, hogy az itthoni kollégáim, a, a, az akkori beosztásomhoz tartozó, társaság, mindent megtettek annak érdekében, hogy könnyebbé tegyék az ő életüket gyakorlatilag. Tehát segítették mindenben, vitték őket, üdültették többször is az év során, foglalkoztak a gyerekekkel, rendszeresen tájékoztatták őket, hogy mi történik odakint, összehívták a családokat, stb. 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 Tehát én azt mondanám, hogy, hogy, hogy a családoknak itthon nem volt az egy egyszerű dolog. Nem volt azért sem egyszerű, mert nem volt közvetlen kapcsolat, tehát nem volt levélküldési lehetőség, csak futáron keresztül egy másfél hónaponként. Az első időszak után rájöttünk arra, hogy odakinn a fekete piacon tudtunk venni kis magnókazettákat, és magnókazettás üzeneteket küldtünk haza. Tehát gyakorlatilag ezen, ezen, ezen leveleztünk, nem leveleket írtunk, hanem kazettára mondtuk fel az élményeinket, vagy a dolgainkat, amit haza akartunk küldeni, és ugyanezt kaptuk otthonról is. Tehát ilyen szempontból nem volt egyszerű. Feltételezem azért itt sem lehetett részletekbe bonyolódni, hogy az ember megmondja, hogy hol van, vagy hogyan lehetett kommunikálni. Persze, természetesen voltak ilyen, ilyen megszabások is, de az, hogy az ember életjelet adott magáról, az sokat számított az itthoni családnak is. Érdekes volt a munkahelyek reagálása. Bevallom őszintén, hogy, hogy sírva búcsúztunk el a munkahelyről, mert ott is az emberek nem tudták, hogy visszajövünk -e egyáltalán. És gyakorlatilag nagy volt az öröm, amikor, amikor az ember egészségesen leszállt utána a Ferihegyen, amikor hazajött végre a misszió után. Tehát mindenkit, nem csak a kintieket érte ez furcsán ez az egész szituáció, hanem az itthoniakat, sőt azokat még talán egy kicsit még inkább fájdalmasan érintette ez az egyéves távollét. Ön akkor még főhadnagy rendfokozatban ment, ha jól tudom ki. Amikor kimentem főhadnagy voltam, és május első éve soron kívül léptettek elő századosra odakint. Hogy beszélgessünk egy kicsit tényleges visszaemlékezésekről is, ami ugye a könyv is tartalmaz. Van -e esetleg olyan történet, amit szívesen megosztana velünk abból az időszakból, ami így, így igazán megmaradt önben? Én azt tudom mondani, hogy nekem rendkívül színes volt az a, az, az időszak, amit odakint töltöttem. Rengeteget utaztam a feladatom miatt is, tehát a különböző területeket bejárni, különböző információkat gyűjteni. Tehát ilyen szempontból érdekes volt először helikopterre ülni, és helikopterből fényképeket készíteni, stb. stb. Ennek egy érdekes momentuma volt 1973. február 27-én, amikor kontum felett átlőtték alatt a helikoptert, és egy kényszerleszállás leszállás után az ember kiszállt, és lefényképeztem a gépet, ahol a pilóta két lába, fölött, lábak között jött föl. a a lövedék. egy 10 centivel arrébb megy, akkor ott maradunk mindannyian. Sajnos ez mondjuk egy másik esetben április 7-én elő is fordult, amikor is rakétával előtték az egyik helikopterünket, ahol az egész személyzet, az utasok közöttük két magyar is életét vesztette. Ezt azért rettentő nehéz lehetett megélni, és ezt, ezt lelkiekben is feldolgozni. Rendkívül nehéz volt, de azt kell mondjam, hogy az akkori rendkívül szoros és kötött programok nem sok időt hagytak arra, hogy az ember buslakodja, mert a feladatokat végre kellett hajtani, újra föl kellett szállni, újra menni tovább, tehát gyakorlatilag nem beszélve arról, hogy fiatalabbak is voltunk, tehát másképp is értékeltük ezeket a szituációkat. Mivel ahogy már a beszélgetésünk legelején említette, nem jelent még meg hasonló kötet, ami a magyar katonák, illetve a békemisszióban résztvevő emberek visszaemlékezéseit is tartalmazná. Miért ajánlana ezt a kötetet az olvasóknak? Én úgy gondolom, a legnagyobb értéke ennek a könyvnek az, hogy bemutatja a vietnámi embert is. Azt a vietnámi embert, akik közül sokkal én is dolgoztam ott kint együtt, találkoztam, akik 20-30 éve egyfajtában háborúban éltek. Akik elhivatottan képviseltek valamit. Egy szabadságért harcoltak, egy függetlenségért harcoltak. Hogy egy kis ország is képes nagy dolgokra, ezt is megmutatja ez a könyv ami mi visszaemlékezéseinken keresztül. És azt is megmutatja, hogy igenis képesek vagyunk ilyen nemzetközi feladatokat is ellátni. Nagyon szépen köszönöm tábornak. Köszönöm szépen. A Magyar Katonák Dél-Vietnámban című könyvet megvásárolhatják az Rényi Kiadó weboldalán most kedvezményesen. Nagyon szépen köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!